be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Egy dolgot meg tudunk neked ígérni, hogy nem fog elhangozni az a mondat, hogy most úgy oda szaladnék hozzá. Igen, oda megölelnélek. Bújnék, úgy megpuszilgatnálak. Úgy megtutujgatnálak. Igen, most Balázs valószínűleg mást fog puszilgatni. Viszont legközelebb teljesen abba kétszer megértem. Olyan elánnal fog ölelgetni, tutujgatni és bújni. Meglátjuk, hát ez egy ünnep, akkor a Balázsnak többszörösen is, ha jól értem. Igen. Így van, karácsony és gyerekszületés. Mit ajánlasz azoknak az anyukáknak, kismamáknak, akik éppen most vannak ebben az állapotban, hogy szülés után vagyunk, nyilván ugye a gyerek sok energiát, uh-huh. sok mindent. Hogy jegyezzék meg, hova tették a borítékot. Hát ugye jó, ez egy A tanács, de például mivel lehet ilyenkor helyre billenteni a szervezet egyensúlyát, mert ugye a gyerek egy csomó mindent elvesz belőled, ez rossz szó, tehát ne értsétek ezt negatívan, de az ő szervezetének az épüléséhez az anya szervezete kell. Így van. Azért valljuk meg, hogy megviseli a női szervezetet a várandóság és a szülés. Ez nekem új, tényleg? Ezért ilyenkor a három nagy antioxidánst, a C-vitamint, az A-vitamint és az E-vitamint adjuk. És mondanám, hogy káposzta káposztával, de ilyenkor nem feltétlenül ajánlott, mert az puffaszthat, és ugye ott, ahol hát ilyen műtéti varatok, egyebek vannak, ott ez nem ajánlatos, tehát ilyenkor hát a hölgyek tudják legjobban ugye azt, hogy ilyenkor egy kímélő diéta, tehát krumpli, alapvetően rizs, kukorica, palma. Miért? Hát szegény anya, hadd egyen már végre ehet rendesen. Én azt mondom, hogy ilyenkor néhány, tehát hogyha szülésről beszélünk, hogyha várandóságról beszélünk, akkor nyilván mást mondanék, de hogyha kifejezetten szülésről és szülés utáni lábadozásról beszélünk, akkor alapvetően egy kímélő diéta, ugye alapvetően levesek, a krémlevesek, a pirított kenyérkocka, nincs puffasztó étel, nincs, nem tudom, szója. Igazából a diós begli sem rossz dolog, de ilyenkor ez nehéz. Uh-huh. De ilyenkor ez nehéz. Is pláne. Tehát a beiglit azt lehet, ilyenkor a vércukorszintre azért ügyelünk, a vitaminokra ügyelünk, ilyenkor az étrendi kiegészítők egy picit nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Egyébként egy jó köles és zab, köles és zab szülés után azért abszolút vállalható. Remélem, az jó, ez Balázs, de azt mondod, hogy alapvetően ilyenkor a legyengült és kifárasztott szervezetet nem szabad még inkább gyengíteni, megfárasztani valamilyen nehéz ételnek a fogyasztásával. Igen, viszont néhány nap után, azt mondom, hogy 2-3-4 nap után, vagy egy hét után növeljük a szénhidrátokat, ennek nem biztos, hogy mindenki örül, aki hallja. Tehát ilyenkor nem figyelünk most arra, hogy jaj, meg fogok hízni, hanem a Vikinél is én azt mondanám, hogy ilyenkor adjuk, nyilván nem a finomított, hanem a gabonaféléket adjuk, a kölest adjuk, a krémlevesekhez nyugodtan ehetünk, teljes őrlésük, kenyeret, rossz kenyeret. És ugye a tejtermelést, az ugye hibás nézet, hogy a tehén tej fogja majd elindítani, szó nincs erről, hanem a tésztázsáruk. Tehát ilyenkor karácsony idején alapvetően talán szerencsés helyzetben vagyunk, illetve akár a Viki is, mert meg fog indulni valószínűleg a tejtermelés. A Beiglinél azért mondanék olyat, hogy óvatosságra intenék minden szülő anyukát, mert ugye a beigli az elzsírosítja a tejmirigyeket a túl sok zsiradék miatt, és hát nem biztos, hogy ez létre fog jönni, ez a tejtermelés elindulása olyan hatékonysággal. Tehát ilyenkor a mákos guba, ami egy karácsonyi... De várj, a máktej az illegális, nem? De mondanám azt, hogy ugye a mákban is azért van zsiradék, alapvetően a tésztás ételek, hát most mondanám azt, hogy vannak teljes örlésű lisztből készült tészták, reformtészták, de igazából itt a tésztás áruk, süteményfélék, nem túl zsíros, nem túl vajas, nem túl margarinos ételek, a tésztafélék, kenyerek, burgonya, rizs. Azt hiszem, hogy szokták is mondani a szilvás gombócot. Szilvás gombóc meghozza a kedvet a szoptatásra. Igen. Ja. És nézzétek meg, hogy... Ugye? Nekem bármit fogyasztok. De a szilvás gombóc miből áll? Krumpliból áll, lisztből áll. Nincs benne túl sok zsiradék. Aha. Alapvetően ezek azok a dolgok, amiken észrevették, hogy megindul a tejtermelés, nincs benne sok zsiradék, de van benne szénhidrát. Tehát szénhidrát az segít ebben. Ilyenkor segít, később nyilván majd vissza lehet fogni, hogy ne történjen meg a nagy hízás, de most nem, ilyenkor az indítja. És a szájjal stimulálás. Mármint a gyerek részéről, hát a gyerek, ez így van. Gábor, hát a gyerek semmi rosszra nem gondoltunk rá, aki rosszra tenni gondolt, az rossz. Hát Gábor, bocsáss én meg. Én nem gondoltam rosszra, csak nem tudtam, ti mire gondoltam. Mi erre, hogy oda kell tenni a gyereket, és akkor megindul a dolog. Igen. Ez egy feltételes reflex. Úgyhogy most nehéz helyzetben vagyunk, mert egyrészt a karácsonyi menükről szabad pászot váltanunk. Persze. Másrészt pedig ugye Balázs, illetve Viki szenvedés története és öröme
és a karácsony összefüggéséről is ugye beszélünk, tehát aha, most össze kell hozni két fontos témát. Jó, ez csak ez ilyen érdeklődés volt, a, ugye ott izzad bent Balázs most csak a sorrendet nem tudjuk, hogy melyik volt előbb, az öröm vagy a szenvedés. Egyébként én inkább Balázsnak javasolnék egy jó diétát most, mert ugye tudjuk, hogy a férfiak is megszenvedik azért a szülést, valljuk meg. Itt most a hölgyek egy picit mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, na hát szegény férfiak. Nem, a hálapénz megkeresését szenvedik meg. Illetve a tejfakasztó buli utáni napot. Tehát én Balázs helyében biztos, hogy reggel bekaptam volna egy kis B-komplexet, egy kis zapkással, tehát ugye a B-vitaminok ilyenkor kellnek, búzacsíra, gesztenye, mindenképpen a szülésre készülni kell mentálisan is. Én remélem, hogy Balázs azokat az elveket, amiket itt mondtunk, azokat most ha, de ha máskor nem, legalább most, hiszen most olyan testi-lelki küzdelmeket él meg, amikben szükség van, ugye antioxidánsokra, vitaminokra, remélem egy kis savanyukáposztát is vitt magával. Biztos vagyok benne, hogy jó, azért annyira ne sajnáljuk már, Balázs nem őszül. Igen. Figyelj csak, ez a B-komplex, ez úgy van összerakva, hogy bacon plex, tehát hogy nem, szalonnából van. Nem, ezt így még nem hallottam. Igen. A B-komplex, ugye ez lehet. A igen, fene egyen, főleg, pedig főleg B12 vitamin. Ha. Igen. De visszatérve szóval a Vikinek is egy olyan diétát lehet majd javasolni, amivel nagyon szépen fog tudni. Igen, jó minőségű tejet. Gábor, anya tejet termel. Neked van gyermeked? Igen, két fiam van. Két fiad van. Amikor ti szülni mentetek, az a világ legcsodálatosabb asszonyával, aki a te feleséged, igen, akkor te tényleg bevetted a B-komplexet, meg ettél egy kis savanyú káposztát? Ugye nem mondod? Hát megvallom, most megfogtál, erre most nem kész, ez váratlan. Nem. Nem, kaptam a hírt, hogy egyébként épp egy könyvírásban voltam, kaptam a hírt, hogy azonnal és mindjárt, és én autóba ültem, tehát ott nem foglalkoztam a B-komplexel valóban. A bevitellel. Igen. Jó, csak ezt a fejezetet még megírom, mehetünk. Annak idején, amikor én még megtettem, inkább az F-komplexet erőltettem, de egyébként ez a B-komplex is nagyon szimpatikus. Jó, akkor ennyit a szülőnőkről, csak úgy gondoltam, hogy ha majd felhívjuk Balást, akkor tudjuk ezeket mondani, és akkor térjünk át arra. Káposztával toljad. Arra a témára, amit hoztál nekünk, ez pedig nem más, mint a karácsonyi menü, ami azért egy érdekes dolog, mert például én múlt héten én is, hogy írtam a receptet karácsonyra, azon gondolkodtam, hogy a legtöbb családnak a karácsonyi menü az egy ilyen megdönthetetlen szentség. Tehát már az anyukája azt főzte, ő is ugyanazt fogja főzni. Töltött káposzta, halászlé. Úristen, basszus, meg is beszéltük volna, pedig nem. Tehát, hogy a magyar családok nagy többsége szerintem így működik. Te mit tudsz ilyenkor tenni? Igen. Legelőször is azt kell mondjam, hogy egészségügyi szempontból a karácsony egy picit egészségesebb, mint a húsvét, mert húsvétkor ugye a sonka, meg tojás, tehát állati fehérjék, füstölt sertéshús. Most ilyenkor nem tudom, hogy a hurka kolbász fölkerül az asztalra nálatok, Feri, például. Hát, nem kerül le. Ja. Mégis nem értem a felvetést. Mégis azt kell mondjam, hogy azért, ha megnézzük ugye az aszalt szilvával töltött pulykammel, a halászlé, tehát a hal, az alma, a dió, a méz, a fokhagyma, és megvallom, hogy ugye van a karácsonynak egy szakrális része, egy vallási része és egy világi része, és akik ennek a vallásos részét élik, azok, bár hozzáteszem a karácsonyt, én nem tartom bibliai ünnepnek, mert ugye Jézus születését pontosan nem tudjuk, csak a halálát. Ettől függetlenül kialakult egy hagyomány, ezért én magam a karácsonyra egy kicsit hadilában állok ilyen szempontból, de tisztelem, becsülöm azt, aki ezt ünnepli, ezért nálunk olyan óriási karácsonyi ünneplés és lakoma nincs, hozzáteszem. Viszont azok számára, akik mondjuk a szakrális részét ünneplik, ott nem tudom, tudjátok-e, hogy december 24-e az bőjti nap. Bőjti nap, így van. Nagyon-nagyon picit ajánlom is esetleg, hogy karácsony reggeltől, elsőbben karácsony előestéje. Jó, most nálam egy süketfülekre találtál, csak mondom, de azért ajánlom. Már csak azért is, mert 25-e és 26-a azért lakomával fog telni, gondolom. De fölkészíted a szervezetet egyébként, tehát nem volt hülyeség. Ugyanígy a húsvét előtti nagy bőjt, a tavaszi megújulás időszaka, ez mind-mind arra, igen, volt való, hogy aztán aki okos így csinálja, aki de okos, hát el lehet tudjuk. Tehát a régiek pontosan tudták, hogy ők lakomára fognak összeülni majd az ünnepekkor, ezért készültek rá. Mi meg bele sodródunk az ünnepekbe, tehát ma, nem tudom, ettünk Párizs, és már aki, ugye szalámi, és nem tudom, sajtos szendvicset, tehát mindenféle ételeket, nincsen semmilyen rákészülés, és aztán belezugunk az ünnepbe, amikor meg még kétszer annyit eszünk. Hát szerencsés dolog, hogyha december 24-ét mondjuk egy kis tisztítással, gyümölcsnappal, zöldségsalátákkal töltjük. Ez tényleg nem vicc, mert annyira jól fölkészíti a szervezetet, de azért vigyázzunk a lakomákkal. Hát lehet ezt hozni 23-ára, mert nálunk 24-én már mama főz, az anyósom. És ott meg nincs, hogy nem eszem. Hát meg tudod miért?
ilyen, így főz. Tehát 23-án bőtölnénk, uh-huh. aki akar, és akkor 24-én belecsapnánk a lecsóba. Abszolút, abszolút, lehet. Illetve december 24-én a régiek már azért este, vagy hát vacsorára már ettek. Ilyenkor volt ugye dió, méz, fokhagyma, hús nélküli bableves és mákos guba. Uh-huh. Nem biztos, hogy szerencsés, ugye egész nap az ember nem eszik, és este jól belakmározik, tehát ez sem biztos, hogy minden szempontból. Azt kell mondjam, hogy a bab, a borsó, a mák, ugye azt tudjuk, hogy a bőségnek a jelképe, és egyik sem hús, tehát abszolút belefér egy húsmentes diétába is. A fokhagyma, a méz, ezek egészséges élelmiszerek, amelyek a karácsonyi vagy ünnepi hagyomány részei, de az úgynevezett lakoma, a karácsonyi lakoma, na ott kezdődnek a nehézségek. Uh-huh. És ugye azóta, amióta ugye a török időktől fogva Magyarországról a törökök mindent elvittek, ami nem sertés, aha. és Magyarország átállt egy alapvetően sertés. Meg ami nem volt lecsavarozva. Ez a kettő tűnt el. Egy alapvető sertéshús alapú kultúrára tértünk át a török idők után, és az a baj, hogy nem tértünk vissza a régi, én azt gondolom ősi szokásokhoz. Ha megnézem Nyugat-Európát és más országokat, Távol-Keletet, akkor azt látom, hogy nem feltétlenül a sertés az alap, hanem visszaálltak, illetve átálltak a reformtáplálkozásra, sok esetben rossz kenyér, teljes sörlésük, rehem, a zab, ugye Ausztriától kezdve nyugatra már abszolút elfogadott, és Magyarország megmaradt, megrekedt ebben a sertés alapú világban, és ezért jó, hogy a pulykáról és a harról itt beszélünk, mint húsfélék, illetve azokról az ételekről, amelyek nem húst tartalmaznak, és itt a hüvelyesekre gondolok, aha. amelyek nem könnyen emészthetők, tehát egy lencse, egy bab, de nem teszünk rengeteget az ételbe, hanem inkább megmutatjuk neki. Hát én már ugye füstölt gabonakolbász, tehát nem füstölt. Igen. De Isten. Jó, de azért vagy... ne felekezzünk meg, mondjuk az élettani szempontból azért sokkal jobb, vagy sokkal pozitívabb hatásokkal rendelkező mangalicáról. Mert hogy azért a mangalica az igen. mostanában ugye az utóbbi néhány évben felfutott Magyarországon, és azért sokkal, de sokkal soványabb a húsa, mindenféle szempontból azért sokkal jobb, mint a hagyományos. Igen, nem szeretném bántani a magyar mangalicát nyilván. Ne is, mert többen vagyunk. Ne is, mert itt, akik szeretik. Rázavarnak egy kondát valahol itt. De nehogy azt higgyük, hogy koleszterinmentes a mangalica. Hát egy jobb konstrukció. Szeretnék említést tenni a kókuszról. Itt a, mint ami, ősi magyar hát, nem, hagyományos növény. A kónsági kókusznál is. És itt említeném, hogy én egy kicsit kilépek a karácsonyi hagyományok közül, és én abszolút megpróbálok új receptúrákat, és szerintem ez nem bűn, hogy ismerjük a hagyományokat, és kilépve találtam a piacon egy olyan fantasztikus, és Jani meg is illatolta meg. Egy olyan kókusz olajat, kókusz zsírt, ami a Fidzsi szigeteknek az aromája, azt hiszem ez egyértelmű vált. Megtöbbentő. Maga Fidzsi van benne, érezted? Hát figyelj, beleszagoltam, és már vissza is mondtam a repülőjét. Az egy hangulat. Semmi értelme nincs oda menni, ebben az üvegben benne van az egész Fidzsi szigetek, minden, amit tudni kell róla, és minden, ami miatt érdemes oda menni, de egyébként tényleg valami olyan fantasztikus kókusz eszencia, illatárad belőle, ez hogy biokókusz, ez hihetetlen. Ez biokókusz olaj. Ezt csak azért mondom, mert aki szeretne mondjuk ajándékozni valakinek, tehát ezek lehetőséget kínálnak arra, hogy... És hoztam a Janinak is kókuszvirág cukrot, ami egy 35-ös glikémiás indexű a 100-hoz képest, ami a szőlőcukor. Uh-huh. Tehát egy diabetikusnak számító cukor. És de kókuszízű. Kókuszízű süteményekhez kókuszliszt, kókuszvirágcukor és kókuszolaj használható. Én megmondom őszintén, hogy használni is fogok ilyenkor uh-huh. az ünnepekkor. Tehát a kókusz puszedli már önmagában így akkor. Igen, muffinokhoz használható a kókuszliszt, a biokókuszliszt használható süteményekhez, és 20% fehérje tartalmaz egy biokókuszt vagy egy kókuszlisztnek, uh-huh. ami azért nem kevés, a pulyka mellnek 24% a fehérje, jó, ez egy más típusú fehérje. Hogyha azt szeretném tőled kérni, hogy mondjuk menjünk azon a vonalon, hogy az előbb említett alapvető karácsonyi ételek, amik a magyar családok asztalára kerülnek, de valaki azt mondja, hogy nem akarok a hagyományoktól elszakadni, tehát nálam lesz halászlés, lesz töltött káposzta. Tudunk-e azon okosítani egy kicsit? Tehát tudsz-e mondani két olyan trükköt, akár a töltött káposztával kapcsolatosan, amivel egy picit egészségesebbé lehet tenni? Igen. A mákos gubát például nem fehér kifliből készítjük, ilyen egyszerű, aha. hanem egy korpás, esetleg rozsos, teljes örlésű, magvas kifliből, ilyen egyszerű. Ma már azért nagyon sok helyen kaphatóak. Tehát én a fehér kiflit azt hanyagolnám. Aha, mákos helyébe... guba szezám maggal. Igen, így van. Így van. Tej helyett kókusztej vagy rizstej esetleg? Igen, kókusztej, rizstej, ezeket használjuk abszolút. Így van, köszönöm. Tehát nem tehén tej, igen. Igen.
A reform kalács az akár csicsókával, most már ugye megint van csicsóka a piacon, illetve valamilyen reform liszttel, zappehely liszttel, kevés rozsliszttel, durum liszttel, tönköly liszttel készül. Aztán zabos áfonyás muffin receptúrát is gyűjtögettem, hogyha szabad elküldenem majd, és van kedve a kedves hallgatóknak majd ezekre rákeresni, akkor szívesen küldenék a saját magam kereséseiből. Ezeket a recepteket nem én találtam ki teljesen, hanem átalakítottam már meglévő recepteket, úgy, ahogy az én szájzem szerint. Aztán reform kókusz golyó, szintén zabból kókuszliszttel. Ez is valami ősi csángó recept? Nem, ez reform vegetáriánus recept. Hát a töltött káposztát ugye mi dióval készítjük, és egy hagymás alapon diót, daráldiót. Csak dió van a töltelékben? Rizs, barna rizs, dió, és ezt gyúrjuk össze ugyanolyan fűszerekkel, mint a húsos töltött káposztát. De hagymás alapon készítem el a diót. Ha netán valaki elég bátor, egy kis sörélesztő pejhet tesz bele, enyhe sajtos ízt ad neki, és ezt gyúrjuk össze a barna rizzsel, illetve ezt töltjük bele a káposztába. Nem mondom, hogy ugyanolyan íze lesz, de hasonló, és a fűszerezésen itt sok múlik. Nem maradhat ki nálunk a rántott zabszelet, aminek az íze nagyon hasonló egyébként a halhoz. Ezt a kutya fel, rántott zabszelet? Tehát fogsz egy zabszeletet, bepanírozod? Nem. De mitől lesz annak halíze? Tehát ez nem azt jelenti, hogy édes zabszeletet veszek és bepanírozom, hanem megfőzöm egész sűrűre a zabot. Sós, hát ilyen glutamátmentes különböző bioleves kockákat használok, és ebbe megfőzöm. Amikor kihűl, akkor a gyúródeszkán teljesen megdermed. Aha. És ezt ott szeletelni. És abszolút szeletelhető, panírozható, kisüthető, attól függ, hogy milyenre ízesítem, attól függ az íze is, és akár olyan fűszerkeveréket lehet hozzátenni, amitől olyan íze lesz, amit mi szeretnénk. Nagyon magas a B-vitamin, kálcium, magnézium tartalma. Aztán fölöntünk a garatra egy kis zöld turmixszal. Hát azt gondoltuk, hogy nem hiányozhat az asztalhoz. Igen, paradicsomos cukkin is kölest fogok megpróbálni egy kis pirított szezámmaggal, de palacsinta és gofri is lesz nálunk, zappehelisztel, kölesliszttel, áfonyalekvárral. Hát ilyen módon fogunk mi ünnepelni. Még, hogy nálatok nincs karácsony. Kárhoztok ti hedonista állatok. Az biztos is. Te nyilván nem foglalkozol ugye az alkoholos italokkal, ezt már többször elmondtad. Azt majd a Feri viszi, meg de... a zenét, úgyhogy menjünk hozzátok vacsorát. De hogy ilyenkor nagyon sokan szoktak készíteni házilag tojáslikört, vagy valamiféle itókát. Vigyázni kell valamire? A tojással például? Szerintem a tojáslikőrben nem biztos, hogy a tojással fogunk vigyázni. Ugye itt hát az alkoholos italoknál nem is tudom, hogy fogalmazzam, óvatosan bánunk. Van, aki aperitívnek fogyasztja, van, aki az étkezés után. Én megmondom őszintén, hogy ha valaki elfogyaszt egy kis limonádét, és ez most furcsán fog hangozni, mert amennyiben a gyomorsav képzés a cél, az nálam a gránátalmalé és a citrom. Nem nálunk, nálunk átlag embereknél. Tehát nem a gyomorsav a kérdés, az a kérdés, hogy jó legyen az íze, érted, és jól érezzük magunkat. Folytasd nyugodtan. De egy kupica gránátalmalé, az nem finom? De nagyon finom, csak nem ugyanaz a töltete, mint a házi tojáslikörnek, érted? Jó, hát ezt nyilván mindenkire rábízom. Arra vigyázzunk, hogy a gyomor karácsonykor, illetve ünnepekkor mindig megsínyi az evést, és hogyha valaki, mondjuk karácsony másnapján, harmadik napon, tehát mondjuk 26-án, amikor a gyomor elég sok savval dolgozott, legújít egy pohár pálinkát éjgyomorra, akkor számoljunk azzal, hogy a gyomornak az egyik részén, úgy nevezük, hogy a kis görbületén fekélykezdemény alakulhat ki. Vagyis az amúgy is savval telt karácsonyi gyomor később bizony válsághelyzetbe fog kerülni. Ezt csak azért mondom, hogy a karácsony utáni időszakban én védeném a gyomrot krumplis ételekkel, nem támadnám. Jó, tehát akkor úgy van, hogy ugye a pálinka bedobása előtt egy kis szelet füstölt csülök kenyérrel, nem egész, meg az megágyaz. Ugye? Tehát az a lényeg, hogy ne így áll éhgyomorra. Igen, nem teljesen nagyon erre gondoltam, de... Nagyon jó tanács volt. Ez Gábor tényleg nagyon az alapszabály az, hogy vigyázunk a gyomrunkra, mert nem most lesz ennek következményem. Hanem tudom később. Januárban azt fogják érezni az emberek, hogy jaj, sok a savam, jaj nekem, és akkor ilyen gyógyszer, olyan gyomorsav lekötő, ezt most el lehet kerülni.
Aha, tehát a januári depresszív hangulat, amit mindenki szokott mondani, ugye január 20-valahanyadikán van az év ilyen legborúsabb napja, már így a lélekben, meg agyban, az már annak köszönhető, hogy karácsonykor ugye ezt elkezded elni. Idén is ki fogom próbálni, hogy jön el a letargia január végén. Idén is, én gyerekek, beáldozom magam. Egyébként nem véletlen, hogy a párolt lilakáposzta és a krumpli püré ott van a kacsasült mellett, mert mind a kettő gyomorvédő, és egyébként a párolt lila vagy piros káposztát előszeretettel javasolom az átlaghoz képest dupla mennyiségben, mert egy rendkívüli védő antioxidáns hatása van a párolt lila káposztát, tehát bőven készítsük, és ne csak kacsasült mellé, hanem más ételek mellé is adjuk ilyenkor. Így van. Tyúkus, leves, lila káposztát. Nem, majd szóljuk bátran. Nem is a kókuszos mafi mellé gondoltam, de sós ételek mellé. Jó, Gábor, nagyon köszönjük neked az egész évi jelenlétedet. Hát, a hallgatóink nevében is, nagyon sokan szeretik a rovatot, nagyon sokan köszönöm. Kedvelnek téged is, és sokat használják azokat az ötleteket, tanácsokat, amiket itt elmondasz a műsorban, még akkor is, hogyha mi időnként ezeket szétpoénkodjuk, vagy igyekszünk szétpoénkodni. És én is köszönöm a kedves hallgatóknak a leveleit, én magam is sok levelet kapok, és látom itt az SMS falon is folyamatosan jönnek a levelek. Nektek is köszönöm, hogy együtt lehettünk. Én azt gondolom, hogy hangulatot is teremtett ez a műsor a sok jó tanács mellett, és bízom benne, hogy előre vívő volt így az egészségnevelés terén is. Igen, idén már nem találkozunk, ugye jövő héten már karácsony van, ilyenkor aztán a két ünnep között megint nem vagyunk, de akkor január 5-e után, mi 5-én indulunk, akkor már csütörtökön jössz, gondolom. Igen, szeretnék jönni, hogyha lehetséges, illetve készültem nektek egy kis meglepetéssel, ha kimentek innen a stúdióból, akkor egy bőségasztalt terítettem, lényegében reform ételekből, hát remélem, hogy Feri is tud majd válogatni. Biztos, Balázsnak is készítettem egy kis ságabalc mag olajat, Janninak kókuszvirág cukrot. Ja, igen. És hoztál csicsok a sűrítményt is, ahogy látom, azt le tudom nyomni, hogyha egy kis norvég black metalt hallgatok mellé. Saját fejlesztéseimből is készítettem egy kis látásélesítő formulát és egyebeket. A lényeg az, hogy ki mit választ. Kis reformalma chips is van, héjas, kóstoljátok meg. Remélem, hogy hasznos lesz. Így hát lehet, hogy mégis megölelünk. Hát itt a végén, csak összebújunk egy kicsit, hogy tényleg köszönjük az egész évet. Balázs mindig azzal szokott búcsúzni, úgyhogy ezt a hagyományt nem törjük meg, hogy mi volt a mai reggelid. Én ma egy kókuszkrémet készítettem, és árpakására tettem rá. A kókuszkrém az bio kókuszlisztből, az itt általatok is megillatolt kókuszzsírból készült. Rákentél egy kis fidzsit. Kókuszcukrot. Igen, egy kis fidzsit. És teljes örülésű kenyérre kentem ezt a kókuszkrémet almával, illetve a kenyér mellett pedig az árpakása is ott volt. Tehát. És egyébként egy szelet mézes. Semmi extrázás. Egy szelet mézes kenyér, asszal tálfonya volt mellette. Na azért. Megmondom őszintén, egy picit én már most készülök a lakomákra, és én már nem fogyasztok ezen a héten olyan sok durva nehéz ételt. Aha. Ami jellemző rád egyébként. Igen. Egész évben a durva nehéz ételek fogyasztása. Gábor, további jó étvágyat kívánunk, és boldog karácsony. Köszönöm, és nektek is. Köszönöm. Boldog új évet. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.